Tolnán 2013 óta folyik az a munka, mely a helyi értékek összegyűjtését célozza. A Városi Értéktár Bizottságnak hathatós működése azt az eredményt hozta, hogy ma már az itt élők maguk is figyelnek arra, mi az, amely az utókor számára is a tolnaiság jelképe lehet. Akkor még nagyon kevés olyan információ volt, vagy nem volt előttünk különösebben semmi példaértékű, hogy hogy csinálják, és elkezdtük, és rengeteg értékre találtunk. Hát kezdtük először olyanokkal, amit úgy mindenkinek a képzeletében benne volt, a sejemgyár, sejemgyár története, pamut textilművek. Azon kívül azért itt voltak Mezsi Szabó Pista bácsi munkássága, amik kezdőnek kapaszkodók voltak kapásból, és ennek kapcsán kialakult egy olyan szokás, vagy egy olyan közvélemény az emberek fejébe, hogy egyre több értékre bukkantunk rá, hogy jé, hát ez is érték, már nem gondoltunk rá, elfeledtük, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy nagy, közös csapatmunka. Igaz, hogy van egy értéktárbizottság, aki feldolgozza, dokumentálja, de azért ennek az előkészítésében, a kutatásában hatalmas összefogás van, és mindenki, aki valami az ismeretébe, köreibe van, amit úgy gondolja, hogy érdemes feldolgozni, akkor azt feldolgozzák közösen, és így kerül be. Tehát egyre inkább olyan értékek kerülnek elő, amiről szinte mi már elfeledkeztünk, vagy alig tudunk, és azért ez nagyon fontos az utókor számára. Nem lehet elválasztani a tolnaiságot és az utókor számára való gyűjtést, átörökítést, mondja Reiter Antalné. Tolnáról elszármazottak, tolnai kötődésűek rettenetesen visszajárnak folyamatosan, kapcsolatuk van Tolnával, ha olyan történik Tolnán valami olyan fejlesztés, szívesen beszállnak, magukinak érzik, tehát a tolnaiság adott, viszont az utókor számát nem lehet, vagy az utókor számára fontos tényezőként ezt nem lehet külön választani, hiszen csak akkor ugye azért elmúlanak több tíz évek, évszázad, és mi is úgy voltunk vele, hogy bizony nagyon sok olyan volt, amire nem elmentünk mellette, más életritmus van, mással foglalkozik az ember, és a lényeges dolgok kimaradnak. És akkor, hogyha van egy ilyen, van ennek kiadványok, van lehetőség utána nézni, megtalálja, sok mindent ad. A gyökerek kellenek, tehát az utókor számára szerintem borzasztóan fontos. És egyre inkább azt lehet érezni, hogy fontos, és mindenki keresi, hogy az értékeket mentsük meg, mert az mindenképpen mindenkinek jó, jó a tolnainak, jó idősnek, jó fiatalnak, az idősebbeknek visszahozza azokat az emlékeket, amikben benne éltek, a fiataloknak azt, hogy megtudják, hogy hol vannak a gyökereik, milyen értékek voltak, mit visznek tovább, az övéké hogy kerül be, minden szempontból. Úgy néz ki, hogy eddig 2014-től számoljuk, 46 darabot vettünk fel értéktárba. Ebbe hát minden a mezőgazdaságtól az épített örökségen át a kultúr, tehát gyakorlatilag minden szegmest érint, és ebből 22 megyei értéktárban is megmaradt, és van egy tolnai kumunkat, tolnai kékfestő. Azért arról meg azt lehet tudni, hogy az országban már nagyon-nagyon kevés van, és a tolnai kékfestő pedig még mai napig is nem csak, hogy viszi és megtartotta, hanem fejleszti, és tovább népszerűségű, szinte már mindenhol megtalálhatók az országban, országon kívül, és ő tolnai kum lett. A folyamat nem állt le, az Értéktárbizottság most Gottwald Károly alkotó tevékenységének emlékeit gyűjti össze. Rengeteg anyagot találtunk is róla, a családjával egyeztetés alatt van, hogy mi az, amit még ők hozzátesznek, mi az, amit még tudunk begyűjteni, azon kívül, amit azért mindenhol sajtóba, neten meg lehet találni, és nagyjából úgy gondolom, hogy a teljes munkásságát átölelve ez úgy ebbe az évbe úgy
Most kicsit minden változik ezzel a helyzettel, úgyhogy azért lelassultunk rendesen, de azért az év folyamán gondolom, hogy nyár vége fele már leszünk olyan helyzetben, hogy tudjuk bevinni és ismertetni azt is.